kíván eleget tenni az országgyűlés megillető vagyongazdálkodással összefüggő tájékoztatási kötelezettségnek, különös tekintettel a Magyar Fejlesztési Bank tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezeteknek a banktitokkal összefüggő kérdéseire. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mielőtt miniszter úrnak megadnám a szót, tisztelettel fölkérem azokat, akiknek halaszthatatlan közfeladata van, hogy azok most tudják elhagyni az üléstermet, akik viszont itt maradnak, azokat kérem, hogy az ülésterem rendjének megfelelően hallgassák végig a miniszteri választ, és ezzel megadom Felegé Tamás miniszter úrnak a szót. Képviselő úr, az elnököt bírálni adott feltételek között lehet. Kérem, ön is tartsa be azokat a szabályokat, amelyek alapján erre lehetőség van. Én tisztelettel még egyszer kérek mindenkit, aki az ülésteremben tartózkodik, az szíveskedjék helyet foglalni, akinek viszont halaszthatatlan közfeladata van, az most távozzon. Ne zavarjuk miniszter urat fontos válaszának a megadásában. Kérem a miniszter úr óráját visszaállítani. Igen, miniszter úr, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Megértem, hogy aggódik az eddigi vagyongazdálkodási rendszer sorsa miatt, hiszen sukoró a malév privatizáció, a viszontgarancia sorsa, ez egyértelműen mutatja, hogy ez a rendszer kiválóan működött az eddigiekben. Rendkívül átlátható volt, nagyon jól lehetett ellenőrizni a vagyonpolitikai döntéseket. Annak is örülök, hogy a kérdésében elhangzott felvetésben egyértelműen összekeveredik a tulajdonosi joggyakorlás és a tulajdonosi vagyonkezelési felhatalmazás. A tulajdonosi jog egyértelműen az új minisztériumban, illetve a miniszternél van, kerül koncentrálásra. Ezek a szervezetek, a vagyonkezelő, a Magyar Fejlesztési Bank, vagy bármilyen később erre kijelölendő szervezet, az a vagyonkezeléssel foglalkozik. Azt gondoljuk, hogy a módosításnak pontosan ellenkezőleg az a célja, hogy teljesen egyértelmű, világos felelősségi viszonyokat teremtsen. Azzal, hogy az országgyűlésnek felelős miniszter, aki interpellálható, kérdezhető, bármelyik bizottsághoz behívható, és ezáltal bármikor rá lehet kérdezni az eddigi tevékenységére, vagy a vagyongazdálkodás területén végzett tevékenységére, ez éppen hogy erősíti az országgyűlés ellenőrzési lehetőségét. Azt gondolom, hogy a Fejlesztési Bank esetében, amire rákérdezett, teljesen egyértelmű a különbségtétel a banki tevékenység, a banki tevékenységre vonatkozó banki titok, valamint a vagyonkezelési tevékenység, ami nem tartozik a banktitok védelme alá. Tehát szeretném teljesen világosan az országgyűlés nyilvánossága előtt ezt kijelenteni, hogy a banktitok fogalma a banki tevékenységi körre vonatkozik. Teljesen egyértelműen az az elképzelésünk, hogy olyan módon biztosítsuk továbbra is az erre rendelt szervezeteknek, az állami számvevőszéknek, a KEHI-nek, és még egy mondat, és a független könyvvizsgálók szervezeteknek az ellenőrzési lehetőségét, mint a múltban, miközben erősítettük a büntetőjogi, polgári jogi és a GT szerinti felelősségi viszonyokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most viszont válaszra megadom a szót József István képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, ön is és a professzor úr felé is tisztelettel kérném, hogy ne szó szerint olvassák, amit az apparátus önöknek leír. Önök sokkal magasabb színvonalat képviselnek, mint egy ilyen bokáig érő sukoró, meg egyéb dolgok, amik, hogyha jól megnézné, nem derülhetett volna ki ebbe a rendszerbe, amit most önök beterjesztettek. Ezek csak azért derültek ki, mert átlátható volt a rendszer. Vegyék tudomásul, demokratikus kontroll volt, ezért kiabálhatnak maguk, tehát élő tisztelettel kezeljék ezeket a kérdéseket. Tehát amit kérdeznék, miniszter úr kedves, most már itt személyesen a kiabálástól eltekintve, eleget kíván-e tenni például azon jövőbeli igényeknek, hogy a vagyongazdálkodással összefüggő kérdésekben, ha az országgyűlés egy adott bizottsága személyesen önt meghívja, személyesen megjelenik, és tájékoztatást ad a konkrét kérdésekről.
Köszönöm szépen, viszont válasz illeti meg a miniszter urat, megadom a szót, miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen, képviselő úr, megpróbálok kilépni a bokáig érő sukoróból. Igen, a válaszom egyértelmű, minden megkeresésre, minden bizottsági meghívásnak eleget fogok tenni, el fogok menni és be fogok számolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, Pősze Lajos, a Jobbik képviselő, kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek. Mikor és milyen állami fellépésre és segítségre számíthatnak a devizahitelesek címmel? A miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt a miniszterelnök úr válaszadásra Felegi Tamás miniszter urat kérte fel. Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy megvárja vele a miniszter urat, és személyesen teszi fel a kérdést. Elfogadja a képviselő úr, akkor képviselő urat illeti a szó. Jó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr. A probléma egy részét elmondta már a szocialista frakció egyik képviselője, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a devizahitelezésnek nem csak múltja, hanem ennek a problémának jövője is van. Nevezetesen nem állt le a devizahitelezés ma Magyarországon, és a forint hitelezés, amely előtérbe került szerencsére, ugyanolyan veszélyeket rejt magába, mint a devizahitelezés. 2%-os kamatnövekedés 10%-os forint leértékelésnek felel meg, és ha azt nézzük, hogy most 276 forint volt egy órával ezelőtt az euró, akkor azt jelenti, hogy ha a magyar bankrendszer 2% kamatemelésre kényszerülne a forint hitelek kapcsán, az annyit jelentene, mint hogyha 300 forintos euró volna. Tehát a problémával a jövőbe is kell foglalkozni. A gondoskodó állam szerepét ki kell emelnünk, hiszen 2007-ben egyszer már magára hagytuk a lakosságot, amikor a világ minden tőzsdéjén már sziszegtek a brókerek, hogy nehogy részvényt vegyél, akkor Magyarországon az állam rá kényszerítette 2000 milliárd forinttal a magánnyugdíjpénztárakban lévőket, hogy kötelezően válasszanak részvényportfóliót. Pedig az államnak akkor azt kellett volna mondani, hogy most ne. Ezt a gondoskodást szeretnénk várni a jövőt illetően a kormányzattól, és éppen azért, mert a jövőbeli forint hitelezés is óriási kockázatokat rejt magába, ezért kérdezem a miniszter úrtól, hogy nem volna célszerűbb inkább egy olyan, vagy több állami alapot létrehozni, például az amerikai Freddie Mac vagy Fannie Mae példájára, amelyek pontosan kiküszöbölik, letompítják azokat a piaci mozgásokat, legyen az kamat vagy árfolyam, amelyek egy hosszabb futamidejű 20-30 éves hitel életébe előadódnak, és ezért ezáltal lehetővé teszik a fix kamatozású, hosszú távú hitelek kihelyezését. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr, most válaszadásra megadom a szót Fellegi Tamás miniszter úrnak. Miniszter úr. Köszönöm szépen ismét, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés képviselő úr. Amint azt Tukács István képviselő úr interpellációjára Matolcsi miniszter úr helyett válaszolva már elmondtam, a kormány dolgozik azon a megoldáson, amely a devizahiteleket törleszteni nehezen, vagy már egyáltalán nem tudó, mint egy 300 ezer adósnak kíván segítséget és reményt nyújtani. A mostani áldatlan állapotokért, azért azt egyenesen világosan ki kell mondani, komoly felelősség terheli mind a jegybank vezetését, mind a Gyurcsány bajnai kormányokat. Ők voltak, akik tétlenül nézték a devizahitelek elszaladását. De nem csak tehetetlenkedtek, de még ösztönözték, támogatták is, hogy a lakosság forint helye devizában adósodjon el, miközben rendre feladták az euró átvételére kitűzött céldátumokat. Eltörölték a lakásvásárlásokhoz és az építkezésekhez nyújtott állami támogatásokat is. A kormány azonban, az új kormány elkezdte annak a külföldön már működő konstrukcióknak a hazai bevezetésének az előkészítését, amely keretében egy pénzügyi alap segítségével a kockázatos hiteleket forintra lehet átváltani. Az árfolyam kockázatot kiküszöbölő megoldás azonban még egyszer szeretném hangsúlyozni, nem jár áldozatok vagy fájdalom nélkül. Nyilvánvaló, hogy a korábbiaknál nagyobb törlesztő részleteket kell fizessenek a forintban eladósodottak is, ahogy ezt ön helyesen állapította meg. A konstrukció része az a lehetőség is, hogy amennyiben az adós az immár forint alapú törlesztést nem tudná fizetni, akkor ezzel valamilyen más megoldással a tulajdonbérlet konstrukcióban vagy egyéb lehetőségekkel változtatni kell.
Azt hiszem, az teljesen világos, hogy az ország talpraállítása nem lehetséges, emberek százezrei válnak otthontalanná. Ezért joggal háborítja fel az embereket, a hitelesek kiszolgáltatott helyzetével visszaélő spekulánsok magatartása is, amelyekkel szintén valamit kezdeni kell. A Nemzeti Együttműködés kormánya nem fogja tétlenül nézni ezt, komoly intézkedési terve dolgozunk ki ennek kezelésére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszter úr, a viszont válaszra megadom a szót Pősze Lajos képviselő úrnak. Igen, köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr, csodák nincsenek, valóban. Nem az önök idején keletkezett szombat óta ez a devizahitelezési probléma, tehát itt nem is erről van szó. Ez az, hogy mikor keletkezett és hogy, azt nagyon jól tudjuk. Itt a lényeg most a jövőn van, hogy mit tegyünk, mit tudunk tenni, és nagyon jól tudjuk, hogy az az 5000 milliárd forint, az nem egyforma hitel. Vannak benne lakásra fordító, családokat segítő hitelek, vannak benne spekuláns pénzek, sok százmillió vagy sok milliárd forint értékben. Nem egyformán kell őket kezelni. Azt is tudjuk, hogy önök nem tehetnek arról, hogy részint a görög válság azért csak beárnyékolja a költségvetés kilátásait. Ez egy nagy handicap, ami nem lehetett bekalkulálva ugye a korábbi tervekbe. De mégis kérem, ne veszítsék szem előtt, hogy tetszik, nem tetszik, ezzel muszáj foglalkozni, mert valóban sok százezer magyar családnak az élete függ tőle. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszont válasz illeti meg a miniszter urat is. Miniszter úr, egy percre önnél szó. Köszönöm szépen, tökéletesen egyetértünk a viszont válaszban elhangzottakkal. Ez is a legfőbb törekvésünk, hogy ez megtörténjen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlés. Cunyiné Bertalan Judit, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a nemzeti fejlesztési miniszternek. Vidéken is kísért a BKV-szindróma címmel. Cunyiné Bertalan Judit képviselő asszonyt illeti a szó. Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt miniszter úr, az elmúlt hetekben a helyi és az országos médiában megjelent a hír, hogy a tulajdonos MVM be akarja zárni a vértesi erőművet. A helyi szocialista politikusok menekülve a felelősségre vonás alól az új kormány nyakába akarták varni mindennek az ódiumát. Az MVM 8 év szunnyadás után felébredt, és hirtelen megvilágosodástól vezérelve a továbbiakban már nem tartja gazdaságosnak a vértesi erőmű működését. Igaz, hogy végig asszisztálta azt a semmittevést, amit a vért menedzsmentje a szerkezet átalakítás során tanúsított és patópálosan intézett, valamint végig asszisztálta a kapoi féle botrányos jogügyleteket. A 2010. május 19-i rendkívüli közgyűlés összehívásának célja és annak eredeti napirendjei szerint a cég azonnali, jogutód nélküli megszüntetése volt. A közgyűlés a májusi döntés alapján 2010. június 15-i ülésének tervezett napirendje szerint dönt a végelszámolás megindításáról. Ennek helyben súlyos következményei lehetnek. A térség szempontjából kezelhetetlen munkanélküliség, Bokod és Oroszlány távfűtésének megoldatlansága, az erőmű által hátrahagyott környezeti károk helyreállítása, több önkormányzat helyi iparűzési adójának kiesése, amely az önkormányzatok működését veszélyezteti. Oroszlány esetében ez rövid távon nem kezelhető városüzemeltetési problémákat jelent. Ezért kérdezem önt, hogy lehetséges-e az, hogy néhány ember politikai, gazdasági érdekének, hazárdírozásának áldozata legyen 1500 ember és családjaik? Lehetséges-e az, hogy az állami vagyonnal gazdálkodó MVM a két választási forduló között olyan intézkedést hozzon, amely érvényes kormányhatározatot sért és nem veszi figyelembe a térség foglalkoztatási és gazdasági érdekeit, és a vért végelszámolással történő megszüntetésére tegyen javaslatot? Lehetséges-e az, hogy ma Magyarországon ezek az emberek megmeneküljenek a jogi felelősségre vonás alól? Lehetséges-e az, hogy az MVM a tulajdonosi jogok gyakorlója az elmúlt években 120 milliárd forintot adott? Ha igen, hol a pénz? Mit tudunk tenni? Köszönöm, és elnézést. Köszönöm szépen, képviselő asszony, most válaszra megadom a szót Felegi Tamás miniszter úrnak. Miniszter úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Magyarországon az elmúlt 8 év tapasztalatai alapján meg kell állapítanunk, hogy szűk